Szőnyeg alá söpörhetjük évszázadokig az emberiség szemetét. A jövő nagyvárosaiban lépni sem lehet majd a mindent elöntő hulladéktól. Tartsatok velem, és nézzük meg, mi a sorsa annak, amit kidobunk. Sziasztok, Lotti vagyok, ez itt a Kékbolygó Alapítvány és a Brain Bar közös sorozata. A szemeted megmutatja, hogy ki vagy és hogyan élsz. Hogy mik a kedvenc márkáid, hogy szelektíven gyűjtöd el a hulladékot, hogy milyen életszínvonalon és kivel élsz együtt. A hulladék kezelése az emberiségről is sokat elárul. Már régen sem szerettük, hogy a szem előtt van. A Monte Testaccio-dom Rómában körülbelül 30 méter magas és 1 km kerületű. Szinte teljes egészében az ókori rómaiak által eldobált, egyszer használatos amforákból épül fel. Nekünk is megvan a saját szeméthegyünk. Az ókori rómaiak 30 méteres dombjához képest a Gellért-hegy 235 méter magas. Márpedig mi minden évben két Gellért-hegy méretű szeméthegyet halmozunk fel. Hogyan lehet ezen változtatni? Azt vettem észre saját magamon is, meg nem másokon is, hogy a szemét és a hulladék szó gyakorlatilag szinonimaként használjuk. Mi a különbség a kettő között? Szemét az valami, amitől meg akarok szabadulni, amivel már nem akarok foglalkozni, ami púp a hátamon, és értéktelen, és talán ez a legfontosabb. Nagyon sok helyen ma már a szemét helyett és a hulladék helyett erőforrást mondanak, és nem hulladékgazdálkodásról, hanem erőforrásgazdálkodásról szoktunk beszélni, és azt hiszem, ez fogja meg legjobban azt, amire nekünk szükségünk lenne ezzel kapcsolatban. Hogyan lehet a hulladék erőforrás? Újra lehet például erőforrás, hogy én azt sok mindenre tudom tovább használni azt a bizonyos terméket, vagy sokszor tudom újra használni a terméket. Kozmetikai cégek újra tölthető palackjai, nagyon-nagyon jó példa. Aztán ott van ugye az újrahasznosítás, amikor magát az anyagot hasznosítom újra, nem arra a célra, hanem átalakítom kicsit, és akkor az szintén benne marad az erőforrásban, szintén nem kell primer anyagokat használnom. És végül, de nem utolsó sorban, hát ez egy megosztó téma, de az energetikai hasznosítás azt gondolom, hogy abszolút valid része a hulladékgazdálkodásnak. Ez amikor már tényleg nem tudsz vele semmit tenni, ez így lenne jó, hát jelenleg sajnos a vegyes hulladéknál igaz, akkor energiát állítasz elő belőle, amiből áramot, illetve távhőt tudunk termelni, és még mindig jobb, mint hogyha a hulladék lerakóra visszük azt a bizonyos terméket. Ez egy gondolkodásbeli hozzáállás, hogyha nekem valami az erőforrásom, akkor én azzal jó gazdaként kívánok bánni. Ha pedig valami a szemetem, akkor teljesen mindegy, csak oldja meg behelyettem valaki. Most pedig nézzük meg a gyakorlatban, hogyan lesz a hulladékból energia. Mit láthatunk itt a mögöttünk lévő monitorokon? Ezek a monitorok, amelyek a budapesti hulladék hasznosító műben mutatják a legfontosabb folyamatokat, ami a hulladékkal történik. Elsőként ott látszik a hídmérleg, ahogy beérkeznek az autók, fölhajtanak a rámpára, itt beürítenek ebbe a nagy bunkerbe. Ez a pixeles kép, ez mutatja a tűzteret. Több mint 44 ezer háztartásnak a villamos energia szükségletét tudjuk innen biztosítani, és gyakorlatilag a hőcserélékön keresztül pedig eljut körülbelül 24-25 ezerbe a fűtéshez szükséges hőenergia. És mennyi szemét kerül ide mondjuk naponta vagy évente? Budapesten körülbelül egy ilyen 650 ezer tonna kommunális települési szilárd hulladék keletkezik. Jó esetben 380 ezer tonna éves mennyiséget tudunk eltüzelni. Ugye a hulladéktermelés, meg a hulladékgazdálkodás, meg a csomagolóipart, sőt a technológiát sokan ilyen negatív dolognak tüntetik föl, de azért nem szabad elfelejtenünk, hogy ez a technológia értünk van. Igen, általában nem szeretjük látni a szemetet, én viszont most kifejezetten szeretném, kíváncsi vagyok, hogy mi a szemétnek az útja és hogyan lesz belőle végül energia, hol tudjuk megnézni ezt. Azt a mennyi. Ez egész Budapest hulladéka? Ami itt lehet mennyiségleg, ez mondjuk három napi hulladéktermelés mennyiség Budapesten. És mi történik itt? Ezek a karmoló emelők mit csinálnak? Azok a nyílások vannak, oda tolat föl az a több száz kukás autó, és akkor ott azon a garaton keresztül beürítődik az anyag. Van ez a két daru, ami egyrészt helyet csinál a beürítéshez, másrészt fölhalmozza az anyagot, egy kicsit rendezi is. Ami még érdekes, hogy ez a tér egy szívott rendszer, tehát kifelé nem megy bűz. És ez az anyag, amikor itt átmegy a kazánokon, akkor gyakorlatilag inertizálódik. Egy tökéletesen kéges salak lesz, ami gyakorlatilag nem reakcióképes. Nézzük is meg akkor, hogy hova kerül igazából a salak az égés után.
Hát ez az a hely, ami ennek a létesítménynek az egyik végpontja, tehát az inertizálódó csalakanyagok, amik ehhez nem éghetőek, azok itt jönnek ki a kazán rostélyok alán lepotyognak, akkor innen mi kinyerjük a maradék haszonanyagot, ami ilyen 5-6 ezer tonna éves szinten, amit értékesítésre kerül, és a maradék megtisztított csalak pedig a hulladék lerakón hasznosul takaróanyagként. Tehát ilyen értelemben azért ez is egy, a körforgás egy része. Lehet a hulladék gazdálkodás jövője? Hogyan lehetne ezt még korszerűbbé, még gyorsabbá, még fenntarthatóbbá tenni? Hosszabb távon én abban bízom, hogy változik a technológia. Elképzelhető, hogy a későbben a másfajta anyagok már sokkal kevesebb gondot okoznak. Abban biztosan egyetértünk, hogy a legjobb szemét az, ami egyáltalán nem is keletkezik. Köszi, hogy velünk tartottatok, találkozunk a következő részben, amiben az áramútját kísérjük végig.